a hűtőszekrény előtti időkben ehettünk kocsonyát, Magyarországon tipikus karácsonyi eledel. Korábban az olcsó étkezési lehetőségek között tartották számon és kicsit veszített csáverejéből, pedig igazán finom fogás. A nagy bevásárlás után nekiláthatunk a nyersanyagok megtisztításának. Figyelmesen mossuk le a csülköt, a lapockát, a bőröket és a körmöket. Ügyeljünk arra, hogy a körmök mindenképpen át legyenek vágva, úgy főzés közben sokkal jobban érvényesülnek az ízek. Egy késsel tisztítsuk meg a vörös hagymákat, majd nekiláthatunk a fokhagymáknak is. Ne aggódjunk attól, hogy túl sok lesz az utóbbiból, hiszen főzés közben nagyon sok erőt veszít majd magából. Ízfokozónak viszont elengedhetetlen. Készítsünk ki 4-5 babérlevelet, és körülbelül 5 dekagram egész borsot is. Első körben a bőrös részekre öntsünk annyi vizet, hogy az kényelmesen ellepje az egészet. Ne felejtsük, hogy a színhúst még nem szabad beletenni. Tegyük fel nagy lángra a fazekat, körülbelül egy órán keresztül kell főznünk, egészen addig, amíg a lé teteje el nem kezd habosodni. A víz felszínén keletkezett habos réteget kanállal emeljük le. Ha ezt elmulasztjuk, zavaros lesz a kész kocsonya. Ha megvagyunk, adagoljuk a maradék finomságokat. A színhúst, a hagymákat, a fokhagymát, a babérleveleket, a borsot és jó két kanálsót. Főzés közben néha belekóstolhatunk, vajon ízlésünknek megfelelően sós-e. 2,5-3 óra múlva nézzük meg, hogy kellően megpuhult-e már a hús. Merjük ki külön tálakba a sűrűjét, majd a levet szűrjük le, hogy tisztább lehessen a kocsonya. Vegyünk elő egy kisebb főzőedényt, és mérjünk rá a két csomag zselatinre egy kevés levet. Kislángon forraljuk csomómentesre. Ha kész, kevergetés közben adjuk hozzá a már leszűrt léhez. Ha mindennel megvagyunk, már csak az adagolás és a hűtés van hátra. Kis tálakba rakjuk szét a húsokat, lehetőleg úgy, hogy mindenből jusson egy kevés mindegyikbe. Merjük rájuk az eddigre már kellően lehűlt levet. Télen tegyük ki a teraszra vagy az ablakba, meglátjuk, hamar lehűl és megszilárdul a kocsonya. Ha nyáron készítettük, tegyük a hűtőbe és hidegen tálaljuk.